Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Ebben a rövid videóban megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki éjszaka a csillagrombolónak a vezérlő pultja, a központi egysége, a kompjútere, hogy hogyan is navigálunk mi, hogyan tervezzük meg az útjainkat ezekkel a szerkezetekkel. Hát tiszta Alfa Hold bázis. Aki velem egykorú, az tudja, hogy miről beszélek. Aki meg nem, az nézzen utána. A lényeg az, hogy itt van különböző kapcsolók, kijelzők, gyönyörűen megvilágítva, tényleg mint egy repülőgép. Fedélzeti kamera. Hát ez meg én vagyok, nézd már. Tisztára, mint amikor a csini csajok a szelfiznek a tükörbe egybaguk, mert éppen hovába készülnek. Máté is látszódna, hogyha hagynám. Nem tudom, hogy hol van. Lefeküdt aludni. Jó neki. Na, térjünk vissza a központi egységére a csillagrombolónak. Vannak különböző adatok. Egy átfogó térkép, egy track rajzolással. Még egy GPS. Az autónak a fedélzeti kompjútere. És miért kell ennyi GPS? Hát elmondom. A jobboldali adatokat szolgáltat, de valójában már nem tud sok utat, ami már rajta van a térképeken, de ő ezt még nem tudja. Ez a GPS, ez még azt is tudja, ami nincs rajta, ami nem épült meg, tehát ez meg azért sok. És itt van a harmadik, ami ugyan tele hibákkal, de aránylag pontosan tudja az utat. Ez viszont nem tud olyan térképeket, topográfiai térképeket, amelyek az aszfaltúton kívül navigáláshoz kellenek, mint például mondjuk ő, vagy ő. És ezért futnak nekünk folyamatosan itt az adatok, ezekből számolunk ki mindent, hogy tudunk legrövidebb idő alatt adott helyre érni. Márti az ész, én csak tekerem a kormányt, meg nyomom a gázt, ehhez értek. Márti viszont mindent megnéz interneten, GPS-ben, térképeken, tehát mindent szépen úgy összerak, nekem csak az orrom alá dugja, és azt mondja, hogy nyomd a gázt, és erre. És tényleg mindig zseniálisan, ügyesen megcsinálja. Elvégzi a feladatát, ez a dolg egy navigátornak, ugye jobb egynek ez a feladata, nem csak a kerék szelep leeresztés, a csörlőkötél kihúzás, a térdig ugrálni a sárba, mocsokba, eldobálni a tonnás köveket, hanem ez is a feladata, hogy megoldjon minden olyat, amit a navigátor a feladata, amit nem tudok én vezetés közben megoldani. És hogy ne fogjon az időnk, hogy ne legyen, tehát ne veszítsünk ezzel időt, hogy félreállunk és akkor nyomkodom a GPS-t is, ezért Máté csodálatosan megtanult ezeket kezelni, és én pedig teljes körülhet, teljes joggal elhiszem neki, amit ír, eddig legalábbis, vagyis pontosabban, amit Máté összerak nekem, mert eddig azért letoltunk ilyen formában közel 20-25 ezer kilométert, és kisebb, minimális hibákkal, amit bárki vétene, megoldottunk mindent. Itt vagyunk, meg vagyunk, élünk, virulunk, úgyhogy csodáljuk még az elköszönés erejéig ezeket a kijelzőket, a kompjútereket, úgyhogy puszi pacsi nektek, így néz ki a csillagromboló éjszaka. Sziasztok!